Duális képzőpartnereknek szervezett szakmai fórumot a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A rendezvényen Dömötör Csaba, a Tolna megyei Szakképzési Centrum kancellárja tartott előadást a jelenlévőknek. Egy év után azt gondolom, hogy illik tapasztalatokat leszűrni, megnézni, hogy hol tartunk, kell-e valamiben változtatni. Jövő ilyenkor már vizsga van, ugye a 3 éves képzésben, és hát szeretnék a mai napon arról is néhány szót váltani a résztvevőkkel, hogy mi az, ami az új vizsgarendszerben változott, más, mire kell figyelni a felkészülés során, amire esetleg eddig, ha és amennyiben kevesebb hangsúly esett. Az előadásra elsősorban olyan vállalkozásokat hívtak, akik már bekapcsolódtak a képzési rendszerbe, de azokat is szívesen látták, akik még csak fontolgatják, hogy csatlakoznak. A rendezvény során az eddigi gyakorlati tapasztalatokra fókuszáltak. Újdonságként lehet tekinteni a vizsgarendszer, tehát a vizsgának az összetétele, magának egyébként az egész képzési rendszernek a szakmai tartalmi része is újszerű, és az elmúlt 2 év tapasztalatait azt gondoltuk, hogy most már kicsit meg lehet vizsgálni, szemügyre lehet venni, és hát a mai rendezvényünk tehát témakörhöz kapcsolódik. Az, aki most nem tudott részt venni a rendezvényen, ne csüggedjen, ugyanis a tervek szerint több alkalommal szervez még hasonló tájékoztató fórumot a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.